Lelkesítő tanúságtételekkel, koncertekkel, igazi buli hangulatban várt a közel 20 ezer fiatal a Ferenc pápával való találkozást a Szentpéter téren. A hatalmas érdeklődésre való tekintettel az egyházfő beleegyezett, hogy a 6. Pál terem helyett Vatikán főterén találkozzon a regisztrált jegyes párokkal Szent Valentin napján. A pápa érkezése előtt és a hivatalos programot követően is számos énekes és kórus szórakoztatta az összegyűlt tömeget. A tanúságtételekkel tűzdelt koncertek után a jegyes párok képviselői beszédet intéztek Ferenc pápához, aki jókedélyűen, spontán fogalmazva köszöntötte a megjelenteket, majd beszédében útmutatással látta el őket. A protokoláris beszédek után, továbbra is élőzenével kísérve, a Szent Atya körbekocsikázott a Szentpéter téren. Testőreit már meg sem lepte, amikor Ferenc pápa hirtelen leállítatta a pápa mobilt, hogy leszállhasson és bemehessen a tömeg közé, ahol több kerekesszékes párhoz is odalépett és megáldotta őket.